irodagaléria miért is így hívjuk, szimplán nem csak egy irodai környezetről van szó, hanem egy kicsit belehoztuk a művészetet. Talán ez volt a második olyan kiállítás, hogy vitá felett állt a maga a vernisszázs óta a hangulat, tehát mindenkinek nagyon tetszik. Két havonta egy új szellemiség, lelkiség tölti be a teret, és hogy az ember beérkezik egy munkahelyre, és akkor nem azt érzi, hogy kvázi ez egy munkahely, hanem ez egy, akár egy galéria, egy töltekezési lehetőség. Olyasmit kell csinálni, ami egy kicsit a úgynevezett napi valóság fölött van. Ez nem egy arisztokratikus magatartás, hanem a mindennapok fölött is létezik állandóan valami, amit akkor nem nagyon tudtam meghatározni. A szándék igen határozott volt. Én 17 éves koromra pontosan tudtam, hogy ez az utam, semmi más. Apám ült 2 évet, mert Sztálin elvtársa citta, különben is osztályidegen volt. 56 Egerben ért, ott a pedagógiai főiskolán voltak különféle gyűlések, egyebek, én abban felszólaltam, részt vettem, stb. Márciusban be is gyűjtöttek, de csak 10 napig voltam benn. Aztán elengedtek azzal, hogy na-na, meg vagy jegyezve. Elkényeztetetlen voltam soha. Voltak a hatalomnak gyenge pillanatai, amikor valami pici apróság csöppent is, lehetőség is. De nem panaszkodom, hát végül is, ha jól satszolom, körülbelül 10 köztéri munkám is van, mert közben szobrászkodtam is. Annak idején szakköröket vezettem, csináltam művésztelepeket. És mire lehet megtanítani a táborban igyekvő fiatalokat? A legelső látás az, hogy van-e igazsága mögött, amit látnak. Tehát tulajdonképpen én azt az abszolút korszerűtlen dolgot próbáltam nekik magyarázni, hogy a művészet és erkölcs nincsenek szétszakítva. Tehát a kettő valahol összefügg. Ami igaz, annak igaznak kell lenni az időben, majdnem úgy a végtelenig. Kozmos sorozat, amit nem tudom, hogy hány év óta már szinte csak ezen dolgozik. Tehát az ember nem érdekli. Aki a kozmoszt megismeri, fölfogja, az megismeri önmagát. Tehát az, a kozmosz és én egyek vagyunk tulajdonképpen, tehát a világ egysége, mint alaptétel számomra egy megtámadhatatlan pont. Hamvas Béla írt a képről, mint olyanról, hogy meg kell fordítani a viszonyt. A kép nem tárgy, hanem a kép néz engem. Én megpróbálom ezt a viszonyt létrehozni, tehát olyan képeket próbálok létrehozni, amely nézi a nézőt. Hogy kell nézni az eget? Behunyt szemmel. Behunyt szemmel. Akkor lát az ember a legtöbbet. És mi a szín és mi a fény? Hát a szín semmi más, mint fény. Ez a fajta mozgás, ez hol föl, hol leforgó spirálmozgás. Az egész világegyetemnek a lényege a mozgás. A magyar kultúrának szerintem elsősorban jövőbeli szerepe van. Vannak egészen elemi dolgok a vizualitásban, amit csak tiszta gondolatokkal, csak tiszta erkölcsiséggel lehet valami módon megjeleníteni, megélni és átadni.